Nem. A legnehezebb dolog a világon. Egyetlen embernek sikerült. Őt Jézusnak hívják. A tökéletes Isten és tökéletes ember egy személyben. Akit ez a föld a hátán hordott, és sikerült neki a megbocsátás. Még a kereszten is emlékeztek, hogyan imádkozott? Találkozunk még gonosztelők. Megjegyeztem az arcodat, sőt azt is tudom, hogy hívnak, sőt azt is hol laksz. Most nem azért nézek rád, mert tudom, csak hogy így neked elmondom. Nem ezt mondta, egy nagyszerű mondatot mondott, amiben olyan sokszor kapaszkodtam már életem folyamán. Azt mondta, bocsáss meg neki, nem tudják, mit csinálnak. Az ő megbocsátása tökéletes, mert az Isten nem csak tökéletesen megbocsájt, de tökéletesen felejteni is képes. Márpedig a megbocsátás felejtés nélkül fél lábú valami. Működésképtelen. Na hadd szóljon akkor ez a dal, akik tudját, hogy értek mondjuk. Nem ezt vártam, nem így mondtál, más kígért a szív és mást a szál. Megint tél van, megint fázol, pedig azt mondták, hogy jön már a nyár. Hadd szóljon! Hónokba kell írni a szót, ami annyira fáj, hagyni kell, hogy vigye a szív. Hónokba írni a bűnt, amiben megbántott más, mielőtt megjegyezhet.